Sziasztok! Újabb hét kezdődött, és folytatjuk a felújítást. Hát a mai napot egy ilyen sztahanovista brigádgyűléssel fogjuk kezdeni. Megbeszéljük, hogy hogyan is haladjunk tovább, ugyanis két hely van, ahol tovább tudnánk haladni. Az egyik ugye a mosdó és a fürdőszoba. Ott egy kicsi glettelést kellene elkövetni, mert most ugye az a cél, hogy a másik WC-t működőképessé tesszük, teljesen szinte kétszer tesszük, hogy rá lehessen csukni az ajtót, és csak utána kezdünk a másik WC-nek a kibontásába, és a zuhanyzó elkészítésébe. Gondolom, ezt mindenki érti, hogy miért csináljuk így, azért, hogy ne maradjunk WC nélkül, és ugye azért is, hogy ezt a panorámát meg tudjuk végre szüntetni, ami jelenleg a WC-nket fémjelzi. Na de, ez az egyik lehetőség, amit tudunk csinálni, a másik pedig, hogy valószínűleg megszáradtak a szigetelés alatti ragasztók, és elméletileg el tudjuk kezdeni a laminált padló lerakását. Na most a következőképpen fogjuk megállapítani, vagy próbáljuk megállapítani, hogy akkor mi a helyzet ezzel a padlóval. Hát egyrészt úgy tűnik, hogy már most száraz, azt is látjuk, hogy itt, ahol kijöttek a ragasztók, azok is megszáradtak, de nyilván ezek vékony részek, bár ez egész nincs lóvastagon húzva, de lefektettem tegnap este egy ilyen zacskót, és ezt fogjuk megnézni, de úgy tűnik, hogy semmi pára nem jött föl. Úgyhogy én szerintem rendben lesz, és meg van száradva. Ezt a zacskót azért tettük le, hogy a pára le tud rajta csapódni, és akkor elméletileg, ha lecsapódik, akkor még ugye jön ki belőle víz, tehát nem szárad meg. De nekem már nagyon úgy tűnik, hogy ez megvan, és készen van, úgyhogy ezzel is tudunk tovább haladni. Tehát az egyik a laminált padlózás, a másik pedig a fürdőszoba további elkészítése, vagy a fürdőszobával való előrehaladás, ez a két lehetőségünk van, de ezt reggel a brigádgyűlés megállapítja, hogy melyik is legyen pontosan, de most egy pici reggeli, aztán kezdünk. Nos, hát a reggeli brigádgyűlés után nemhogy két fele, hanem három felé oszlott a csapat, és háromféle dolgot csináltunk. Egynél melyikről volt felvétel, egynél melyikről nem, de gyorsan megmutatom, hogy mit is csináltunk akkor pontosan. Az egyik feladat ugye az volt, hogy elkezdtük a fürdőszoba glettelését, hát ugye ez az alap glett, ez az első sor, tulajdonképpen ez egy ilyen rugalmas gipsz, úgyhogy ez
ez az, amit elsőként fölkentünk. Nyilván ott ugye azért nincs folytatva, mert oda majd vízálló jön meg, stb. Onnan már ugye az zuhanyzó rész megy. De az a terv, hogy ezt mindenképpen megcsináljuk, ugye ott van a WC, azt a WC-t is meg akarjuk csinálni, betenni az ajtót, és tulajdonképpen akkor ez a rész itt kívül készen tudna lenni, és utána megyünk csak a zuhanyzóra, hogy utána verjük szét, úgymond, és akkor ne legyen víz. Na de, ami még megtörtént, ugye a csapat másik része a laminált padló rakással foglalatoskodott. Itt is le van rakva, még a szegők nincsenek meg. Ide már le van vágva egy csomó hulladék és egyebek, itt majd ugye, mivel ez egy ilyen kis tárolóhelység lesz, itt nem lesz olyan pontos az elosztás, itt majd csináljuk, ahogy kiadja tulajdonképpen. Persze azért próbálunk figyelni, hogy valami épeszű dolog legyen, de ott azért az annyira nem fontos. Ebbe a szobába is le van rakva, illetve már behordtuk ugye a szerszámosunkat ide, hogy ne kelljen bukdácsolni benne, és ezáltal itt ugye a fő területeken keletkezett egy kis hely, illetve a dolgozó szobában is lerakásra került a padló, és itt is kész van. Úgyhogy ez is megvan. Mindenhol a szegőzésre vál, a szegőzésnek tulajdonképpen csak annyi híja, hogy a sarkokat megszámoljuk, és akkor azt szépen föl tudjuk utána tenni. Ez a fal kapott még egy sort, most már azért jobban látszik a színe, hogy nagyjából mi is lesz ebből. Én azt gondolom, hogy szép lesz, lehet, hogy még egy-két helyen kell pótolni, bár még nem száradt meg teljesen, ez látszik azért ilyen foltos, úgyhogy majd, hogyha megszáradt, akkor nyilatkozunk, hogy mi is történik. Na és hát, amit én csináltam, ugye ez az, amit kerülünk, mint ördög a tömjénfüstöt, hogy megmutassuk, de föltettem a lámpákat, ugye ott már fönn volt, ide fölkerült egy másik, illetve föltettem szépen oda a spotokat, illetve föltettem a konyhába is a spotokat. Azok is ott vannak, láthatjátok, illetve a konyhai lámpa is fölkerült, ez már a végleges lámpa. Úgyhogy nagyjából így nézünk ki ma, ez történt, ja, és az a hátsó fal is kapott ott még egy sort, nem tudom, hogy ez így látszik-e, de az is kapott még egy sort, úgyhogy már most tulajdonképpen egészen lakásformája van. És hát az eredeti fényekkel, ami majd lesz. A egyedül, ugye még ezt megmutatom, itt ezek a csüngős lámpák nincsenek betéve, ugye ott lesz egy a konyhasziget fölött, illetve itt a ebédlőasztal fölött, mert ezek egyelőre ugye nincsen semmi alatta, és azért nem tettük őket be, mert hogyha most ezeket letennénk, és csűnének lefelé, akkor folyamatosan csak a fejünket vernénk bele, úgyhogy ez nem jó, ezért nem is tettük fel. A következő lépés, hogyha megszáradt a fal itt mögöttem és a másik oldalon, és akkor mindenhova be fogjuk tenni az ajtókat, és az ajtók betétele után tulajdonképpen a szobából mi is egy picit kijebb költözhetünk, legalábbis néhány dolgot kivehetünk, ami fontos, így méreteket és minden egyebet megtudunk a konyhaszekrényről, illetve le tudjuk majd adni ide a nappali szekrénynek a méretezését is, stb. Úgyhogy ennyire haladtunk ma, holnap folytatjuk, aztán meglátjuk. Hát már itt is a hét második napja, és ma is megpróbálunk egy kicsit előrelépni, és haladni valamit, hogy legyen valami látványa annak, amit csinálunk. Remélhetőleg ma a helyükre kerülnek az ajtók, legalábbis az én tervem ez, aztán majd meglátjuk, hogy ezt az élet mennyire írja felül, de majd napközben ez ki fog derülni. Szóval az én tervem az, hogy berakjuk az ajtókat, akkor már a szobákra azért így rá lehet csukni, oda már nem nagyon porulunk be, illetve már festésből sincs olyan sok, tehát már nem kell a színes falnak se még egy sor, csak egy ilyen kis javítósor, úgyhogy már azokat nem fogjuk összekenni. Tehát szerintem ajtóbetétel, aztán valószínűleg konnektorok, kapcsolók, egyebek, és utána pedig muszáj leszünk neki esni a fürdőszobának, és azzal haladni, úgyhogy meglátjuk, hogy ma mire jutunk. Hát itt már erősen belevágtunk a szerdai munkanapba. A helyzet az, hogy tegnap nem csináltam éjszaka esti videót a munkaidő után. Úgy érzem, hogy tegnap volt az a nap, amikor mindenki kicsit már elfáradt, és tegnap olyan sehogy sem haladtunk, kicsit olyan egy helybe topogás
történt, úgyhogy megcsináltunk azért néhány dolgot, ezt itt láthatjátok közben, a falon még volt egy-két hiba, azt kijavítottuk, ez ma kap egy utolsó végső sort, és akkor rendben lesz, illetve a fürdőszobában a WC fölötti falat egyengedtük ki egy kicsit, hogy az valahogy nézen is ki, ma pedig a fürdőszoba először is kap egy gletsort. Ez történt meg, most pedig az ajtókat próbáljuk betenni, ahol már tudjuk, nyilván ide a festés, ahol még festés lesz, oda nem tudjuk, viszont ahol már nem lesz festés, oda betesszük, illetve a többit pedig összerakjuk, hogy egy kicsi hely szabaduljon fel, és mindegyik szobába betesszük, úgyhogy ez lesz ma, legalábbis még most ennyit tudunk, aztán, hogyha délután változik valami, akkor mindenképpen úgy is fel fogom venni, és akkor fogjátok látni. Úgy tűnik, hogy a mai napnak vége, úgyhogy foglaljuk is össze gyorsan, hogy mi is történt pontosan. Ugye, amit láthattatok, hogy itt voltak hibák a falon kijavítva, azoknak a javítása megtörtént. Még látszanak egy picit, de ez a száradáskor valószínűleg el fog tűnni. Amit még csináltunk, összeraktunk minden ajtót és ajtókeretet, és most már ezek működőképesen itt vannak, és ugye be lehet őket csukni. Úgyhogy innestől kezdve minden rendben, annyi, hogy majd kilincset kell még rájuk varázsolni, de ezt majd a megfelelő pillanatban. Holnap után elméletileg ide is felkerülnek, de már ugye magát az ajtót összeraktuk. Itt sem lesz már festés, úgyhogy ennek a ajtaját is megcsináltuk, ennek van még speckó kilincs, és itt vannak bent egyébként a fürdőszobai ajtók, és hát itt a speckó kilincs, ezzel lehet nyitni. Jelenleg, de nyilván ettől egy kicsit jobb lesz majd, illetve kapott a fürdőszoba még egy sor glettet, mert az még hiányzott neki, úgyhogy ezek kilettek javítva, illetve itt volt egy kis szintkülönbségünk, amit most itt meg kellett ugrani, és ugye itt majd lesz egy WC-ajtó, úgyhogy addig csináltuk meg ezt a kis szintkiegyenlítést, hogy ott a WC-be már ne zavarjon bele azokba a csövekbe és minden egyébbe. Úgyhogy nagyjából így fog kinézni, illetve tegnap ugye még ez a javítás ott megtörtént, ami ma szintén kapott egy következő sort, ennek majd még a glettelése van hátra, hogy nézzen is ki valahogy, de a helyzet az, hogy körülbelül itt tartunk ma. Holnap ketten leszünk, ez már biztos, és ilyen apró dolgokat fogunk megcsinálni, ugyanis visszamegyek egy pillanatra még a fürdőszobába, mutatom, hogy mit. Szóval, ugye erről már többször beszéltem, hogy itt lesz egy fal, és ide fogjuk a szárító és a mosógépet betenni, és ott van amögött a fal mögött víz és szennyvízbekötés, úgyhogy azt ki kell hozzuk úgy, hogy ide essenek, és ezeket majd kényelmesen be tudjuk kötni. Úgyhogy a holnapi nap egyik feladata az például ez lesz, ezt majd megcsináljuk, és utána még meglátjuk, hogy merre tudunk haladni, lehet, hogy holnap egy ilyen rövidített nap lesz majd, úgyhogy most elmegyünk egy picit pihenni, és holnap folytatjuk. Csütörtök reggel van, és ma ismét a műhelyben vagyunk, ahol egy-két dolgot most megcsinálunk. Például, mindjárt megmutatom, csinálunk néhány videót itt ezekről,
amiket majd később láthattok. Úgyhogy ma videózás lesz. Valószínűleg a felújítással nem fogunk annyit haladni, sőt, valószínűleg ma semmit, mert délután pedig egy-két dolgot el kell intézek ilyen számítógépes dolgokat. Úgyhogy ezeket a videókat délelőtt megcsináljuk, délután pedig egy kis otthoni munka lesz, aztán pedig holnap valószínűleg folytatjuk vízvezetékszereléssel. Hát itt a hét utolsó napja, és sajnos mára egy olyan napra virrattunk, amikor elkezdődnek azok a munkák, amik nem annyira látványosak, viszont mindenképpen meg kell csinálni. Mindjárt megmutatom, hogy eddig mi történt a héten, és akkor utána pedig megbeszéljük, hogy ma mit fogunk csinálni, és mik ezek a munkák, amik azért annyira nem látványosak, de azért csak haladásnak minősülnek. Szóval a fal végül lefestődött, teljesen készen van, úgyhogy ma be fogjuk tenni ide az ajtót és oda, ezek már azért elég jól fognak kinézni, föl kell tenni majd a konnektorokat, ezeket nem biztos, hogy ma fogjuk megcsinálni. És a tegnapi napon, ugye, vagy a tegnap előtti napon ilyen ajzatkiegyenlítések voltak itt a fürdőszobába, amit ma mindenképpen folytatnunk kell. És hát sajnos ezek azok a munkák, amik viszonylag lassan haladnak, mert hogy megcsináljuk, pikpak, és utána nagyon sokat kell várni. De, ami még fontos, és ma megcsináljuk, hogy ott van nekünk víz és szennyvíz kiállásunk, azokat ki fogjuk hozni, mindjárt mutatom, ebbe a falba, ide, és így majd a mosógép és a szárítógép is tud szépen üzemelni, úgyhogy ezeket ma mindenképpen meg kell csinálni, ezután pedig az ajtókat, ahogy már mondtam, föl fogjuk tenni. Valószínűleg délig el is fog tartani, és délben pedig, hát mint az Isten, befejezzük a munkát, hiszen egyéb dolgokat is még meg kell csinálnunk, úgyhogy most ez is ilyen félig rövidített hét, de én azt gondolom, hogy azért most is sikerült látványos eredményeket elérni. Persze délután vagy este felé még meg fogom mutatni azt, hogy mire haladtunk a héten, mi is történt pontosan, és hogy a jövő héten merre fogunk tovább lépni, mert hogy még a karácsony előtti utolsó hét lesz jövő héten, és akkor szeretnénk azért még egy nagy haladást bemutatni, valószínűleg itt valami laminátletétel, stb. Stb. Szóval jövő héten azért még nagyobb haladás lesz, de így is azért szerintem sikerült előrelépni. Ami fontos, hogy most kezdjünk bele a munkába, aztán meglátjuk, meddig jutunk. Hát a mai munkanapnak is vége szakadt, már-már tényleg olyanok vagyunk, mint egy hivatal, mert valahogy így péntek délben általában mostanában befejezzük. De közeleg a karácsony, és vannak egyes elfoglaltságok, amiket mindenképpen meg kell, ilyen különböző céges vacsora és minden egyéb. Szóval emiatt sajnos ma is egy kicsit hamarabb kellett befejezzük, de most összefoglalom nagyjából, hogy mi is történt a héten, mire haladtunk ma, és hogy hogy állunk tulajdonképpen, mire lehet még számítani. Na, hát ahogy láthatjátok, az ajtó bent, és perfekten már a kilincsel, minden király, és működik. Még a zárnak nincs betéve a dolga, de egyébként megvan, illetve ugye itt a gumit, a peremet és minden egyebet beletettük. Itt most látom, hogy annak a fedelét még majd be kell tenni, illetve leszedni róla a maszkoló szalagot. Hát itt látszik, hogy nagyjából rend lett, ahol eddig a gipszkarton volt. Ez itt viszonylag jól is látszik. Annak most itt egy kicsit rendezettebb lett a környéke, hiszen elméletileg a jövő héten elkezdjük majd ide is ragasztani a szigetelést, és ha leragasztottuk a szigetelést, akkor bizony majd a parketta is, vagy a laminált parketta is el fog kezdeni rákerülni. Ide is betettük az ajtót, itt is teljesen jól működik, megvan hozzá minden. Ott is benn van ugye az ajtó, teljesen jól működik, minden megvan. Fürdőszoba, itt ugye kiegyenlítettük a padlót, ezt muszáj volt megcsinálni, illetve megcsináltuk a mosógép bekötését és a szennyvizét, egyelőre még a WC-be folyik, ezt láthatjátok, mert sajnos a csövet ki kell cseréljem, az a helyzet, hogy eltört, úgyhogy most egyelőre oda van bevezetve, de ezt igazából ma nem is használjuk, holnapra pedig szerzek egy csövet, és akkor rá fogom tenni.
Másik nagy projekt, amit csináltunk, az ennek a kiegyenesítése, ez még nincsen teljesen kész, de azért viszonylag már jól áll, ahhoz képest, amilyen kifli volt az egészbe, ez már tényleg teljesen jó. Ki vannak javítgatva a helyek, itt ugye erre még egy csiszolás majd rá fog férni, hogy nézzen is ki valahogy, de nagyjából ez van, ez egy csík, ez pedig, megmutatom, mert már most ide rá tudok jönni, ez pedig majd ide jön, hiszen a mai nap folyamán ugye elkészült itt a vízbekötés, illetve a szennyvíznek a leengedése, vagy a leengedésnek a lehetősége is megvolt. Beteszegettem a hét elején a spotokat, beteszegettem a hét elején a lámpákat, szóval azok is elkezdtek alakulni, itt is megvannak a spotok, föltettük egyébként a párelszívót, amit majd megláthattok, hogy hogyan is fog ez kinézni a valóságban, ott még látszik, hogy van egy kis javítani való, tehát azzal még ott lesz egy kis gond, itt is van benne egy kis javítani való. Ilyen helyek még vannak, ugye most a zölddel foglalkoztunk leginkább, illetve ami javítani való, hogy ott egy spot kiégett. A zölddel foglalkoztunk leginkább, egyébként azért égett ki a spot, mert hogy használt spotok voltak benne, hiszen tehát a régieket tettem vissza, és valószínűleg, hogy az már nem volt annyira tuti, de ha így ránézünk, akkor már egészen lakásformája van. És az a helyzet, hogy most vannak azok a pillanatok és azok a napok, amikor már ilyen fél napot tudunk dolgozni, aztán a fél nap munka után meg kell állni, vagy a száradási idő miatt, vagy azért, mert egyszerűen nem tudunk tovább haladni valami miatt. A fürdőszoba az viszonylag trükkös és kackiás lesz abból a szempontból, hogy ott bizony száradási időkre elég sokat kell majd várni, ugye a csempe, a fuga és minden egyéb miatt. De most igazából az a terv, hogy szeretnénk megcsinálni azt a mosdót vagy WC-t, amit láttatok ott a túloldalon, ahova bekötöttük ugye a mosógépet, és azt szeretnénk megcsinálni, hogy teljesen használható legyen. Ez azt jelenti, hogy festés, illetve alulra pedig fog kapni egy csempét. Ezzel már ugye teljes értékű és használható lesz, betesszük az ajtót, és legalább nem maradunk WC nélkül, ezután pedig majd ki fogjuk bontani a zuhanyzót, és úgy építjük az egészet majd újjá. Ez valószínűleg már karácsony után fog megvalósulni, a csempézés az nem, de a többi az valószínűleg karácsony után fog megvalósulni, hogy ne karácsonykor kelljen jobbra-balra menni, hogy akkor most hadd fürödjünk már meg, mert hát igen, ezt most szülőknél és minden egyéb helyen kell megoldjuk, addig, amíg ez nem valósul meg, még nem lesz teljesen kész, hiszen addig ott sajnos nem fogunk tudni fürödni, azt szét kell szedni, gipszkartonozni, csempézni, stb. Úgyhogy ez elég nagy meló lesz, ez lesz az utolsó nagy meló, de hogy egyébként azt kell mondjam, hogy mostantól kezdve, ha a fürdőszoba is megvan, akkor ilyen apró cseplő dolgok vannak, néhány olyan dolog, amit mindenképpen meg kell csinálni, például az a kilincs feltétel az egyik olyan, ami nagyon-nagyon sok időt elvesz, annak ellenére, hogy milyen egyszerű feladat és milyen egyszerűnek tűnik, de mire az ember szépen megcsinálgatja, addigra azért eltelik vele az idő. Úgyhogy ennyi volt mára, ennyi volt a hétre, remélem, hogy tetszett, most azért több munkát tudtunk mutatni és több mindent, hogy mi is történt pontosan. Én azt gondolom, hogy elég jól haladtunk, tényleg most már lehet látni, hogy mi lesz ebből, és akik kételkedtek eddig, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó, azok is láthatják már, hogy mit szerettünk volna mi ezzel az egész dologgal elérni. Úgyhogy ennyi volt a hétre. Ha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot. Ha tetszik nektek a munkánk, és úgy gondoljátok, hogy értékes, amit csinálunk, akkor iratkozzatok fel a csatornatagságra. Ne felejtkezzetek el arról, hogy december 23-án 2 órától karácsonyi élőműsor lesz. Tehát ott leszünk, tudtok kérdezni, akár még a házfelújítással kapcsolatban is, hogy mit hogy csinálunk, mit hogyan és hogy tervezünk, úgyhogy minden ilyesmit meg tudtok kérdezni. De ha más kérdésetek van, akkor persze azt is nyugodtan feltetitek. Tehát december 23, 2 óra, ez nagyon fontos, és azt kell mondjam, hogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!